Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról részvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunotrid részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tarnanak 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Bartatusek Nibolya vagyok, PPH egyik igazgatója. Bartatusek János vagyok, a PPH másik igazgatója. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegez egymást, kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával. Feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van, két fiúgyermeket neveltek föl. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 93-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen lett volna egy szervezett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever, csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több különleges médium képességgel rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai napi képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Tessék? Tudatlanság? Elnyomás? Etikátlanság? Szeretetlenség? Agymosás? Etikátlanság. Átvágás. Tudatlanság. Manipuláció. Mondjatok egy ilyen friss manipulációt. Koronavírus. Erre gondoltam pont. Így van. Így van. Nézzük. Szerinted mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? Ugye, ha megnézzük, a legtöbb ember az az anyagi világban hisz, nem? És úgy is lehetne mondani, hogy az anyagi világhoz tartozik mondjuk a pénz, és a pénz az Istenük, nem? Tehát, hogyha az embereket megkérdeznéd például arról, hogy hisz-e egy felsőbbrendű lényben, akkor vajon mit mondana? Nem. Többség nemet mondana? De akkor mit mondanának helyette? Akkor miben hisznek, megkérdeznéd? Amit kézzel fogható? És akkor azokat a kézzel fogható dolgokat kiteremtette? Hm?
Ő teremtette? Hát nagyon kevés dolgot teremtett itt a bolygón. Nem? Tehát ez olyan, mint mondjuk egy szalmakazabban a tű, körülbelül annyit. Aha. De most maradjunk ennél az anyagi természetű dolgoknál, jó? Most nem menjünk bele a szellemvilágba. Tehát amiben él, ami körülveszi őket, amit vásárol, hát azokat valakik teremtették, nem? Tehát hogyha azt nem teremtették volna meg, akkor lehet, hogy elég hamar éhe halna, nem? A legtöbb ember. Na most, hát hogyha ugye ő az anyagba hisz, és azt az anyagot teremtették, nem? Tehát különben nem tudná megvenni, ha nem teremtették volna, nem? Akkor, tehát az élete része az, hogy amihez ő hozzájut, az teremtett, nem? És akkor ugye meg lehetne kérdezni attól az embertől, hogy akkor ugye csak azt gondolja, hogy mi vagyunk képesek teremtésre itt a bolygón. És vajon a bolygót kiteremtette? Mert azt nem az ember. Ja, az csak úgy lett. Na most, tehát magyarul, amit ő vásárol, az csak úgy lett, nem? Tehát azt nem teremtette senki, az csak úgy lett. Aha, emberek csinálták. De a bolygót azt nem emberek csinálták. Tehát a bolygó az csak úgy lett, de amihez ő hozzájut, ami miatt ő képes élni, azt mégiscsak teremtette valaki, nem? Tehát az nem csak úgy lett, hanem azt úgy teremtette valaki. Tehát akkor tudunk létezni, hogyha megvásároljuk azt, amit valaki megteremtett, nem? De akkor tudunk létezni, hogyha van miből megvásárolni. Tehát magyarul nekünk ahhoz teremteni kell, tehát mondjuk azt, hogy csereeszközt kell létrehozni, hogy tudjunk adni cserét, konkrétan a pénzt, hogy meg tudjuk kapni azt, ami ahhoz kell, hogy éljünk, nem? Tehát ha jobban megnézzük, még a víz se ingyen van. Egy dolog van még ingyen, az a levegő, nem? Egyelőre. Szóval, hát gondoljunk végig, mondjuk bújj bele egy olyan ember bőrébe, aki anyagi világban létezik, tehát számára csak az anyagi világ létezik, és közelítsd meg ezt a kérdést ebből a szempontból, hogy ő nem tudna létezni, hogyha nem tudna hozzájutni azokhoz a dolgokhoz, amit mások megteremtettek. Nem? Na most, hát ha mások teremtése része volt az, hogy létrehozzanak dolgokat, és ő anélkül, hogy mások megteremtették volna, nem tudna létezni, gondold végig, akkor valakinek meg kellett teremteni az olyan dolgokat is, amin mi élünk, amit mondjuk földnek neveznek, nem? Vagy akár azt is, amit beszívunk, levegőt, vagy azt, amit ő elfogyaszt, vizet, azt valakiknek meg kellett teremteni, amit nem úgy hívnak, hogy ember. De hát mondom, nem létezne úgy, nem tudna létezni, hogyha emberek ezen a bolygón, tehát értelmes lények, nem teremtették volna meg azt, amiből ő létezik. Tehát a, értitek? Tehát az élelmiszert például, a ruhát, azt az anyagot, amiből létrehozta a lakását, nem? Satöbbi, satöbbi. Tehát akkor miért gondolja az ember azt, hogy ha azáltal létezünk, hogy teremtenek értelmes lények számunkra élhetést, megélhetést, létezést,
akkor miért áll az bárkitől távol, hogy a nagyobb teremtésbe gondolkodjon? Tehát, hogy vajon akkor a Földet kik hozták létre? Hát ha nem az ember, és ez biztos, akkor valakik mások, nem? Miért a Föld nem anyagból van? Oké? Tehát mondhatnánk azt, hogy rengeteg víz van a Földön, de abból a vízből neked innod kellene, a vizek többségéből, akkor belehalnál. Tehát egy kis rész, ami iható. Tehát gyakorlatilag meg kellett találni az értelmes lényeknek itt a Földön, amit most úgy hívnak, hogy ember, meg kellett találni az iható vizet, mert ha például te tengervizet innál, hát elég hamar meghalnál. Vagy szennyezett vizet, mondjuk édes vizet, de szennyezett vizet innál, hát abba is elég hamar bele tudnál halni. Tehát így gyakorlatilag úgy tudunk élni, még a víz tekintetében is, hogy az értelmes lények, tehát maga az ember megteremti azt, hogy képes legyen létezni, élni, túlélni a saját életében ezen a Földön. Sőt, már évezredek óta képes legyen az emberiség túlélni. Na most, ha a túlélésünkhöz folyamatosan kell a teremtés, akkor miért nem tudja az ember azt elképzelni, hogy hát ha most a túlélésünkhöz kell a teremtés, tehát az anyagot meg kell teremteni, hogy az abból tudjunk élni, hát akkor a Földet is meg kellett teremteni. Tehát az magától, nem tudom, az életedben mi az, ami létrejött magától? Egy dolgot néz az életedben, ami magától jött létre. Na most, ha valakinek megnézi, valaki megnézi a saját életét, és azt látja, hogy magától nem jött létre semmi, akkor miért gondolja bárki azt, hogy a világegyetemben bármi létrejön magától? Tehát én csak annyit mondok, hogy gondolkozz logikusan. Tehát az életedben semmi, nincs olyan dolog, ami magától jött volna létre. Érted? Tehát magától akár megoldódna, még az se. Nem, hogy létrejönne, megoldódna. Tehát kell hozzá, hogy megoldódjon, vagy létrejöjjön egy értelmes lény, amelyik megoldja, vagy létrehozza. Miért? Ezek a bútorok magától létrejöttek volna? Hát nem, hogy már azt mondja valaki. Az a ruha sem jött volna létre magától, amit hordasz. Tehát azt létre kellett hozni, meg kellett teremteni. Akkor miért gondolja bárki azt, hogy bármi a világegyetemben magától létrejön? Mikor a te életedben semmi nem jött létre magától? Még te se. Anyukádnak meg apukádnak össze kellett adni, ami volt, tudod? Hogy létrejöjjél. Az is egyfokú teremtés volt, nem? És ha már van gyereked, akkor hasonlóképpen lett az a gyerek, mint ahogy te lettél. De az is teremtés, nem? Ott volt mögötte a cselekvés, a tett, a teremtés. Tehát minden, ami létezik a világban, az nem magától nem jön létre. Világos ez? Tehát ha megnézitek, akkor azt látjátok, hogy igazából
tehát logikusan megnézed, gondolkodsz, akkor még az élet sem tud létrejönni magától. Oké? Tehát az életnek megvan a feltétele, hogy mi kell ahhoz, hogy élet létezze, és ha azt értelmes lények nem teremtik meg, akkor nincs ott élet. Mondok példát. Ugye régen, amikor a Szahara nem ilyen nagy volt, meg nem Szahara volt, akkor ott bőségesen volt élet. Tehát mind növényvilág, mind élőlények és mind az ember tekintetében. Ez akkor volt, mikor egy jégkorszak volt, és a jégkorszak egy részben eltakarta a bolygó északi részét, meg a déli részét, és igazából körülbelül olyan éghajlat volt az egyenlítő környékén, mint mondjuk most, tudom én, Magyarországon vagy Lengyelországban. És ahogy ugye melegedett a bolygó, az éghajlat ugye változott azáltal, hogy melegedés történt, és egyre melegebb lett az egyenlítő környéke, hát nyilvánvaló, hogy az ember számára és az élőlények számára egyre elviselhetetlenebb lett a meleg. Ez egy természetes dolog. És az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ott most nem olyan életről beszélhetünk, mint amiről beszélhettünk régen, vagy mint mondjuk beszélhetünk mondjuk a kevésbé meleg égövökön. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag megnézed, ott most alig van élet. De miért nincs élet? Mert nincs teremtve az élet. Érted? Már nem teremtik ott az értelmes lények az életet. Elköltöztek onnan arról a környékről. Nem tudom, tudod-e, hogy a sivatag alatt rengeteg település van. Hát nyilván régi település, amit már elhagytak, de rengeteg van. Tehát a homok rengeteg települést takar. Tehát ott bőséges élet volt, tele voltak településsel a sivatag. Addig ugye ott nem volt sivatag, míg teremtették ott az életet. De eljöttek onnan az emberek, nincs teremtve az élet, és elsivatagosodott az egész. Tehát most, ha megnézed, a sivatagban alig élnek emberek. Tehát magyarul mondhatjuk azt, hogy a természet legyőzte őket. Azokat, akik ott vannak. Na most, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogyha logikusan az ember végig gondolja, ha nincs értelmes lény, aki teremtsen, ott nincs élet. És nem, hogy élet nincs, enyészet lesz. Oké? Ha az értelmes lény teremt bárhol a világegyetemben, akkor ott virágzás van. Akkor ott teremtés van, akkor ott létrehoz dolgokat. Na most onnantól kezdve, ha mi nem vagyunk képesek arra, hogy vagy nem voltunk képesek, hogy a bolygót megteremtsük, vagy az egyéb bolygókat megteremtsük, akkor vajon kik teremtették? Hát ha nem mi, akkor mások. Nem? Na most mondok példát. Mit tudom én, itt van ez az épület, amiben van, vagyunk. Ezt valakik létre tudták hozni, fel tudták építeni. De már arra nem voltak képesek, hogy mondjuk a bolygót létrehozzák. Nem? Tehát addig szól az ember képessége, hogy épületeket képes létrehozni, nem? De már egy bolygót nem tud megteremteni. Most akkor gondolkozunk meg logikusan. Azok, akik olyan képességekkel rendelkeznek, hogy létrehoznak egy bolygót, akkor vajon ők technikailag, műszakilag, fejlettség, szellemi fejlettség szintjén hozzánk képest hol tartanak?
Logikus? Tehát ők képesek arra, hogy egy bolygót létrehozzanak. Mi max arra, hogy egy épületet. Érted? Na most, akkor ez azt jelenti, hogy léteznek a világegyetemben nálunknál sokkal, de sokkal fejlettebb élőlények, nem? Tehát most azt mondják, hogy a Föld birtokosa az emberiség. Tehát mi birtokoljuk a Földet. Oké? De nem mi hoztuk létre. Tehát ez olyan, mintha azt mondanák, hogy van egy lakás, és te birtoklod, mert te laksz benne. De attól még nem a tied. Mert csak albérletben vagy ott. Tehát most gyakorlatilag mivel a Földet? Nem mi hoztuk létre. Ez olyan, mintha a Föld, mint egy lakásban te albérletben lennél. Logikus, nem? Na most, amikor valaki kiadja a lakását, akkor az valamilyen céllal csinálja, nem? Tehát nem úgy, hogy hát én nem is akarom kiadni, hát akkor nem fogja kiadni, ha nem is akarja kiadni, nem? Tehát van egy olyan célja, hogy valamilyen okból ő ki akarja adni a lakást, nem? Tehát egy értelmes ember, ha valamit csinál, akkor az valamilyen okkal csinál, nem? Tehát valami oka van. Most gondoljátok végig. Ezt a bolygót valaki létrehozta, vagy valakik létrehozták, inkább úgy mondanám. És mi itt vagyunk, nem mi hoztuk létre. És kiadták nekünk bérbe, albérletbe, így van. Akkor ezzel nekik valamilyen okuk volt? Logikus? Nem? És ugye, ha te vagy egy lakás tulajdonosa, és ott van egy albérlőd, akkor gyakorlatilag jogod van, ha mondjuk az az albérlő nem úgy viselkedik a lakásodban, ahogy kellene, mint ha elkezdi tönkretenni a lakásodat, akkor jogodban áll onnan elküldeni, nem? Sőt, még akár föl is jelentheted, hogy kárt okozott az ingatlanodban, nem? És még meg is büntethetik, hogy kárt okozott neked a te ingatlanodban. Tehát magyarul annak következménye lesz, nem? Hogyha a te kiadott lakásodat valaki tönkreteszi. Nem így van? Na most, mi itt vagyunk a Földön, emberek. Annak nincs következménye, hogy itt mit csinálunk ezen a bolygón. Ugye ezt nem gondolja senki komolyan. Tehát itt vagyunk egy olyan objektumon, amit Földnek neveznek, amit nem mi hoztunk létre. Tehát magyarul nem a miénk. Világos ez? De azt csinálunk vele, amit akarunk. Ugye ezt nem gondoljuk komolyan. És akkor egyszer csak a tulajdonos mit csinál, hogyha az albérlő nem úgy viselkedik, nem azt csinálja, tönkreteszi a lakását? Hát kipenderíti, nem? Akár karhatalmi eszközökkel, nem? Tehát rendőri eszközökkel akár. Aha, és mi lesz velünk itt a bolygón? Tehát a bolygó létrehozói hagyják, hogy mi azt csináljunk itt, amit akarunk. Na most gondolj bele, mit tudom én, maradjunk az ingatlan példának. Te egy olyan családnak adott ki, amely tudod, hogy nagyon magas szeretet alapon működik.
vagy van egy másik család, akinek kiadhatnád, és ők utálkozók. Tehát ami azt jelenti, hogy hát egy ilyen haragos család, ordibálnak egymással. Hát melyiknek adnád ki? Aha. Hát ha van egy olyan család, amelyik, ahol szeretik egymást és a szeretet működik, arra számíthatsz, hogy azok nagy bajt nem fognak csinálni. Az hord biztos. De azok, akik utálkoznak, akik kiabálnak, ordibálnak egymással, és szídják egymást, mint a bokrot, meg néha még őre is mennek, azokról eleve tudhatod, hogy romhalmazt hagynak a lakásba. Vagy a lakásból. Nem? Tehát ennyire egyszerű. Na akkor nézzük ezt a bolygóra, az emberiségre. Tehát azt látjuk, hogy az emberek szeretet alapon működnek. Valahogy nem. Persze vannak olyan népek még, ilyen kisebb népek, főleg ilyen törzsek, meg stb. Stb. Meg olyan közösségek. Ilyenek vannak. De nem ez a jellemző már. Esetleg még falvak is vannak ilyenek. Lehet, hogy már nem Magyarországon, a világban. És ha megnézed, ott, ahol az emberek szeretik egymást, ott egész más a teremtő energia. Tehát sokkal többet, jobbat teremtenek. Nem? Ott, ahol az emberek nem szeretik egymást, nincs meg ez a szeretet energia, ott pont az ellentéte van, ott nem építés, teremtés van, hanem rombolás. Ha nézd meg, biztos láttad már, hogy a haragos emberek milyen rombolásra képesek. Lásd világháborúkat, ha esetleg nem emlékeznél valamelyikre. Ilyen rombolásra nem emlékeznél. És akkor most gondold végig, itt vagyunk ezen a bolygón, hogy kellene működni? Ilyen rombolóan? Dühösen? Mérgesen? Vagy egymás szeretve? Hm? Lehet azt csinálni, hogy egyre rosszabb állapotban, egyre ilyen dühösebbek az emberek, vagy még rosszabb, mit tudom, félnek, vagy ilyen részvételenség állapotában vannak, részvételenség állapotában, vagy akár ilyen együttérzésre vágyok, lehet, csak abból nincs teremtés. Ott nincs bolygóra vigyázás, ott nincs saját környezetre vigyázás. Ott tudod mi van? Tehát egy olyan ember, aki mondjuk bánatos, vagy együttérzésre vágyó, vagy félelemben él, vagy mondjuk ilyen részvétlen, vagy haragos, tudod mit csinálnak az ilyen emberek? Fölélik a környezetüket. Szó szerint. Tehát nem teremt, feléli a környezetét. Na most, kérdés az, hogy szerinted, akik teremtették a bolygót, meddig hagyják, hogy milyenné váljunk ilyen felélővé? Jó kérdés, nem? Tehát az ember úgy tud változni, hogyha az ember felismeri, hogy milyen, és felismeri azt is, illetve megtanulja, mert azt felismerni nem lehet, inkább megtanulni, hogy mire képes. Tehát mire képes akkor, mikor mondjuk rossz állapotú? Vagy mire képes akkor, mikor jó állapotú? És ha az ember megtanulja ezeket a dolgokat, akkor azt mondja, hogy melyik lenne nekem jobb?
Hát nyilván nem az, hogy rossz állapotban legyek. Nem? Hanem az, hogy jó állapotban. És akkor az ember azt mondja, hogy na most akkor honnan szerezzek én ehhez tudást? Hogy hogyan legyél jó állapotban? Hát ezt keresheted az interneten. Nem fogod megtalálni. Az hód biztos. Mert mindent akarnak átadni az embereknek, mindent. De valahogy ez kimaradt. Pedig ez az egésznek az alfája és az omegája. Mert egy olyan ember, aki jó állapotú, az jó dolgokat képes tenni, és tesz is. Egy rossz állapotú ember pedig biztos, hogy nem képes jó dolgokat létrehozni. Oké? Mert ha jó dolgokat képes lenne létrehozni, akkor jó állapotú ember lenne. És nem rossz. Tehát mi emberek így működünk. Tehát az embernek valahogy ismerni kellene, hogy hogyan is működik az ember. És felismeréseket kellene tennie magával kapcsolatban. És ez úgy működik, hogy az ember felismeri a saját működését, és ha tudást szerez, akkor képes önmagán fejleszteni. És akkor el tud gondolkodni, hogyha önmagamat tudtam fejleszteni, akkor esetleg más is tudná önmagát. És nyilván egyértelmű a válasz, hogy igen. És az emberek fejlesztenék magukat, és mindenki egyre jobb és jobb állapotba kerülne, akkor nem létezne olyan ezen a bolygón, hogy elnyomás. Mert egy jó állapotú ember senkit nem nyom el. Csak egy rossz állapotú ember. És minél több a rossz állapotú ember ezen a bolygón, ezért tapasztalatban azt, hogy egyre több az elnyomás. És nem csak hatalmi szinten nézd az elnyomást, nem. A közvetlen környezetedbe is keresd. Tehát két jó állapotú ember nem fog egymással veszekedni. Világos ez? Nem akarja ráerőszakolni egyik se a másiknak a másikra az akaratát. Ezt a rossz állapotú ember csinálja. A jó állapotúak sose. Na most akkor kérdezem azt, hogy vajon mennyire lenne fontosak ezek a dolgok? Hogy az ember tudja, hogy hogyan működik az ember, vagy az élet, vagy mik a legfőbb alapelvek az életben, vagy mi egyáltalán az élet értelme. Hát a legtöbb embernek ezekről fogalmuk nincs. De tényleg, azt tapasztaljuk. Ugye mi egy olyan közösség vagyunk, mondom még egyszer, hangsúlyozom, közösség, ahol embereket fejlesztünk, majd mindjárt meglátod, hogy miért csináljuk ezt. És olyan témában is nyújtunk tudást, ami az élet működésével kapcsolatos, és az élet természetes része nem csak az anyag, hanem a szellemiség, amelynek része a lélek. És tanítjuk, hogy hogyan működik az emberben lévő lélek. És olyan dolgokat is tanítunk, hogy hogy vagy képes a gondolatoddal a teremtést elindítani. És utána a gondolatoddal a teremtést fenntartani. Tehát ezeket tanuljuk. Na most ennek az ilyen típusú tanításnak semmi köze az anyaghoz. Ezt úgy hívják, hogy mentális energia. Szellemi energia. Tehát az ember arra is képes, hogy szellemileg e
tehát a szellemével elkezdjen teremteni. De gondold végig, semmit nem teremtettél volna az életedben, ha azt nem előzte volna meg egy gondolat. Drága anyagba zárt barátaim, mondom még egyszer, semmit nem teremtettetek volna, hogyha nem előzte volna meg egy gondolat. Na most a gondolatnak meg semmi köze az anyaghoz. Világos ez? Próbálj már egy gondolatot megfogni, vagy látni, jó? Vagy megszagolni egy gondolatot, vagy megtapintani egy gondolatot. Az öt érzékszervedet a gondolat kiröhögi, de mégis létezik. Világos ez? És semmi nem történt volna ezen a bolygón, amit az ember létrehozott, ha azt nem előzte volna meg egy gondolat. Tehát a gondolatot úgy hívjuk, hogy szellemiség. Tehát ha valakinek a szellemiség távol áll tőle, akkor az azt jelenti, hogy ő sose gondolkodik. Magyarul ostoba. Tehát lényeg az, hogyha az emberek jó állapotban lennének, képzeld, ez kapcsolódik ahhoz, hogy gondolat, mert minél jobb állapotban van egy ember, annál képesebb a gondolkodásra. Annál több gondolata támad. És annál jobb gondolatai lesznek. Sőt, egy jó állapotú ember gondolatai teremtenek. Egy rossz állapotú ember gondolatai rombolnak. Alapvető tudás kellene, hogy legyen, amit most mondtam, ez a pár mondat. Na most, akkor kérdezem. Ki a gondolatodnak az ura? Senki más, te saját magad. Tehát, hogy te mit gondolsz, az a te gondolatod, nem másé. Az belőled fagad, belőled jött. Világos ez? Érdemes megnézni, hogy úgy napi szinten, mondjuk az elmúlt nap, ugye most van hány óra? 6 óra 40 perc, mondjuk eddig mióta fölkeltél reggel, vajon hogyan aránylott ez a kettő egymáshoz? A pozitív gondolatok, tehát a teremtő gondolatok, vagy a romboló gondolatok? Hogyan alakultak? Tehát a negatív gondolat a romboló természetesen. Hogyan alakultak? Volt ezen a napon bármilyen negatív gondolatod? Na most, ki az, aki már életében valami anyagot lerombolt? Tegye már föl a kezét. Oké. Én például, mikor beköltöztünk anno annak idején a házunkba, akkor volt egy melléképület, és hát azt kellett lerombolni. Ez a melléképület ilyen téglából volt, meg rendes teteje volt, meg jó, nem volt nagyon vastag a fala, csak egy ilyen tizenvalány centis, és nem volt túl magas épület, tehát melléképület, és hát ugye helyet kellett csinálni az új épületnek, és le kellett rombolni a régi épületet. Tőlünk nem messze volt egy ABC,
ahol a nejem elment vásárolni, mire visszajött a ez a nem messze, ez úgy képzeljétek el, kb. 400 méterre. Tehát mire visszaért onnan a vásárlásból, már egy porfelhőt látott, mert már a tető az teljesen be volt szakítva, és már csak a falak álltak, az összes az be volt szakítva. És akkor megkérdezte a nejem, hogy te a fürdőkádból kiszedted a dolgokat? Vagy letakartál valamit? Hát mondom, az elmaradt. Na mindegy, nem is az a lényeg, hanem az, hogy gyakorlatilag egy fél nap alatt szétromboltam a házat. Érted? Na most azt a házat fölépíteni, az biztos, hogy nem fél nap volt. Érted? Tehát ez egy ilyen kb. Ilyen 5x3-as melléképület volt. Ilyen két helyiségből álló. És lényeg az, hogy sokkal, de sokkal kevesebb energia és kevesebb idő rombolni, mint építkezni. Oké? Vagy teremteni. Na most, ott van a fejedben a napi szinten a gondolatok. És körülbelül olyan 20-szor könnyebb, vagy 30-szor könnyebb rombolni, mint építeni. Úgy durván. Hát nézd meg, mondjuk egy magas házat mennyi idő alatt építenek föl, egy több emeletes házat, és mennyi idő alatt képesek lerombolni, mondjuk fognak, aláraknak egy bombát, nem? Már össze is dőlt. Tehát rombolni pillanatok alatt lehet, attól függ, hogy annak a mekkora romboló energiát fejt ki az, amivel rombolnak, tudod? Tehát most gondold végig, ott vannak a gondolatok a fejedben, és mondjuk a tizede, huszada, harmincada legyen a negatív gondolat. És már is úgy csináltad, mint a kőműves kelemen, tudod? Hogy amit estig fölépített, reggelre ledőlt. És akkor csodálkozol, hogy az életed nem úgy alakul, ahogy szeretnéd. És a legtöbb ember csodálkozik, hogy az élete nem úgy alakul, ahogy szeretne. Na most akkor úgy megkérdezném, hogy akkor vajon az anyag teremtéséhez nem kell szellemi energia? Nem kell gondolat? És természetesen minél jobb, nagyobb tudással rendelkezik valaki a létrehozás, a teremtés terén, nyilván annál könnyebben teremt bármit, nézd meg. Minél szakemberebb valaki bármilyen területen, ahol teremthet, annál könnyebben teremt, nem? Na most akkor vajon mennyire van szükség ezen a bolygón arra, hogy helyesen éljük az életünket és képesek legyünk teremteni? Tehát nézd meg, lehet egy rossz állapotú ember, de amihez nagyon ért és amit szeret csinálni, azt nem fogja rossz állapotban csinálni. Mert amikor, amit szeret csinálni és amihez ért, az valahogy fölhozza őt és jobb állapotban lesz. Világos ez? Na most, de megnézzük a szót, hogy amit szeret csinálni. Tehát akkor ott van benne a szeretet, nem? Tehát ha az ember szeret, akkor teremt. Nem? Ha az ember nem szeret, gyűlölködik, stb. Stb. Akkor nem teremt, rombol. Hát ha megnézed a bolygón, nem azt látjuk, hogy egyre virágzóbb a Föld.
Nem ezt látjuk. Hanem egyre kevesebb a bolygón az élettér. Hát lásd, mit tudom én, hány kontinensen égnek az erdők. Hát hogyha az életterünk itt a bolygón csökken, valamit nagyon nem jól csinálunk, akkor mintha nem szeretett alapon működnénk, nem? Hanem mintha úgy működnénk, akik nem szeretnek. Mintha ez kiveszett volna belőlünk, nem? Minél kevesebb szeretet van az emberben, illetve tud mozgatni szeretetet, mozgatni, tehát kihozni magából, annál rosszabb állapotban van az illető. És minél rosszabb állapotban van az illető, annál könnyebb befolyásolni. És annál könnyebb bármit elhitetni vele. És ha egy ember könnyű bármit elhitetni, akkor be lehet vinni ilyen hamis adatokat. És ha bevisznek hamis adatokat, akkor ő azt hiszi a hamis adatra, hogy az az igaz. Így működik az ember. És akkor elkezdenek az emberek a hamis adat alapján működni. És ha az ember hamis adatok alapján működik, akkor ostobaságokat csinál. És az ember, ha ostobaságokat csinál, akkor még rosszabb állapotba kerül, mert annak következménye lesz az ostobaságainak. És akkor még manipulálhatóbbá válik, még inkább ostobaságokat fog csinálni, és akkor így elindítják lefelé vezető úton az embereket. Persze ezt ugye csinálják, kik csinálják elsősorban? Akiknek a kezében van a média. Mert ha megnézed, a médián keresztül csinálják. Tehát hogyha te nem hallgatnál meg, az emberek nem néznének médiát, akkor ismernéd a híreket? Nem. Egyáltalán nem, nem? Tehát gondolj bele, a környezetedben senki nem nézni a médiát, senki, akkor senki nem hallgatná azokat a rossz híreket, nem? De nem, az, nem az nem megoldás, hogy az ember nem hallgatja, mert a többiek hallgatják, meg nézik, tudod. Tehát hiába nem nézett te, vagy nem hallgatott te, a környezetedben meg mindenki. Tehát az emberek nézik a médiát, és a média tele van minden szinten rossz hírekkel, nem? Félelemkeltéssel, stb. Stb. Tehát ebből egyértelműen látszik, hogy van egy olyan réteg itt a világban, amely gyakorlatilag birtokolja a médiát, és a médián keresztül rossz híreket közvetít. Én egyetlen egy ilyen olyan adót tudok, médiát, bármilyen médiát ismerve, egyetlen egy olyat tudok, amelyik nem közöl rossz híreket. Ez a poptarisztja.hu. Mert ott nincsenek hírek. Ha reklám is van, csak magukat reklámozzák, kész. Tehát poptarisztja.hu. Az az egyetlen. Tehát nincs olyan újság, amelyik ne közölne rossz híreket. Komolyan. Rádió nincs, tévé nincs, Facebookról nem is beszélve, vagy közösségi portálokról. Jó? Tehát gyakorlatilag kimész az utcára, ott is olyan reklámokat látsz, érted, ilyen a plakátokat, így van. Amiben nem biztos, hogy jó hírek vannak. Mit tudom én,
férfiaknak prostata gyógyszer, ugye? Nőknek inkontinencia probléma, stb. Stb. Tehát az sem egy jó hír, nehogy ma azt tudjátok, hogy az jó hír. Szóval lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol a média befolyásolja az emberiséget. Tehát ott vannak a jó állapotú emberek, ahol még nem jutott el a média. Vagy kizárják magukat a médiából. Teljes egészében. Maga a közösség. Mit tudom én, élnek egy településen, és ott nincs semmi média. És kizárják magukat. Azok tudnak jó állapotban lenni. Na most, tehát akkor létezik valami olyan érdek, gondold végig, amely azon dolgozik, hogy az emberek ne jó állapotban legyenek. Tehát ezt, ha valaki nem látja, az vak. Az tudod, olyan, nem olyan, mint a ló, hogy ilyen szemellenzője van, hanem olyan, mint a vakló, tudod. Igen, még ilyenje is van. Tehát, hogyha megnézed, mindennek az alapja, hogy az emberek negatívan gondolkodnak, az a média. Tehát mondok konkrét dolgokat. Magyarországon az elmúlt évtizedekben nagyon sok olyan ember vett föl hitelt, aki utána belebukott. Ha a média nem reklámozta volna a hitelt, akkor azoknak az embereknek a nagyon nagy része egy forint hitelt nem vett volna föl. Világos ez? Sőt, azt se tudták, hogy létezik olyan, hogy mit tudom én, banktól kapott hitelt. Azt se tudták volna. Tehát ha megnézed a problémák nagy részét, akkor beszéljünk egy másik problémáról. A házasságok jó része válással végződik. Hát Magyarországon kb. Fele. Nyugaton ez magasabb ez az arány, ott olyan, például az USA-ban 70% fölött van. Na most, de honnan látják az emberek, hogy hogy kéne működni? Hát nem a médiából véletlenül. Ha nem lenne média, nem látnák, hogy hogy kéne működni, hanem úgy működnének, ahogy működtek az emberek mindig. Világos? Tehát ha megnézed, generációról generációra egyre nagyobb a válási arány. Tehát például az én korosztályomban közel nincs akkora válási arány, mint például az utánam következő generációban. Sőt, az előttem lévő generációban még kevesebb, százalékosan még kevesebb válás volt. Miért? Mert az előző generáció sokkal később kezdett médiát nézni, és sokkal kevesebb médiát, én már többet, az utánam következő meg azon nőtt föl. Te például szülő vagy. Rád szülőként a gyereked kevésbé hallgat, mint a médiában, amit lát. Tudod miért? Mert senki nem lehet proféta saját hazájában, és a médiában szereplők azok egy harmadik személy, és az ember sajnos így működik, hogy egy harmadik személynek jobban hisz, mint mondjuk a saját párjának, vagy a saját szüleinek. Érted? És akkor ezzel szépen el lehet érni azt, hogy válással végződjön a házasság. Milyen célból? Csak hogy beszéljünk erről valamit. Hát most gondolj bele. Két ember egy háztartásban kevesebbet fogyaszt. Ez olyan, mint hogy két autóval mész, vagy egy autóval, akkor nyilván egy autó az kevesebbet fog fogyasztani, mint a kettő.
Ugyanez a házasságoknál. Amíg két ember együtt él, családban élnek, addig kevesebbet fogyasztanak. Szétmennek, megnő a fogyasztásuk. Tehát olyan, mintha két autóval menne a két ember. Pedig mehetnének egy kocsival is. Világos ez? Fogyasztói társadalom van elvégre. Hát fogyasszunk. Ma olvastam éppen egy cikket, hogy a magyarok vásároló ereje mennyivel nőtt, és még soha nem volt ilyen magas, mint 2019-ben. Hú, de pozitív hír. Ez aztán pozitív hír. Tehát magyarul, és akkor mondták, hogy a indok, ugye, mert többet keresnek, ezért többet köthetnek. Ez volt az indok. Oké? Okay. És ez milyen jó hír? Aha, a hülyéknek jó hír. Tudod. Felhűítési célzattal. Hát, hogyha az ember többet keres, akkor ott kezdődik, hogy több tartalékkal kellene rendelkeznie. Nem? Vagy az élet és az életszínvonal az mindig ilyen? Persze, mindenki arra vágyik, csak nem ilyen. Cseszik arra az életszínvonal, hogy mire vágyunk, tudod? Szóval a lényeg az, hogy az életszínvonal az nem ilyen, az hullámzó. Függ a gazdasági helyzettől a világban. Nem? És mi van akkor, hogyha az emberek a médián keresztül megtanulják, hogy minden pénzüket elverjék, és netán jön egy válság, mint ami jött már többször esetleg. Akkor megszívják a fogukat, nem? De hát a média majd akkor azt mondja, hát ez egy természetes dolog a válság, nem lett tartalékod, így jártál. Szóval nézz egy kicsit a dolgok mögé, és meglátod, hogy a média uralja a világot gyakorlatilag. Tehát az történik ebben a világban, amit a média akar. Mondok példát, van egy olyan sorozat, egy pár részt láttam belőle, nem tudom, hogy a YouTube-on fönn van-e, ez ilyen dokumentumfilm sorozat, hogy hogy értékel azt, hogy tehát ilyen hihetetlen dolgokat hogy értek el. Például ebben a hihetetlen dolgokban volt egy olyan, hogy úgy tudtak rendszerváltást csinálni egy országba, egy konkrét országba, hogy a médiával elhitették, médián keresztül elhitették az országban lakókkal, hogy megtámadták őket. Tehát őket megtámadták, az Amerikai Egyesült Államok megtámadta őket. És hogy már elfoglalt mindent. Érted? Közben semmilyen nem volt, csak média. Érted? És gyakorlatilag simán átvették azok a hatalmat, akiket az amerikaiak akartak. Úgyhogy semmilyen katonai erőt nem kellett igénybe venni, a lakossággal el tudták hitetni azt, hogy megtámadták az országot, és már mindent elfoglaltak. Érted? És egyszerűen átadták a hatalmat. Vér nélkül. A médiával ezt meg lehet csinálni. Jó, tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol az embereket mindenfélével meg lehet etetni, és ezt a média csinálja. És a média az valakinek a tulajdonában áll. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ebben a világban nem létezik háttérhatalom, akkor a média tulajdonosai azok mik? Azok akkor mik? Az véletlenül nem háttérhatalom. Hiszen ők irányítják a világot.
Ha nézd meg, most itt van ez a koronavírus kérdés. Tehát ha megnézed a számadatokat, nevetséges számadatok vannak. Ilyen kicsi, hála Istennek, ilyen kis számadatok, érted? Tehát ilyen, igen, hogy 20 új megbetegedés, meg 40 megbetegedés van a világban. A világban, érted? Ilyen adatok. És ettől bepánikoltak az emberek. Hát hihetetlen, és az emberek ilyentől pánikolnak, 40 új. Hát itt van egy influenza járvány, hát több halottat igényel érte egy jóval, mint egy ilyen akármi. Ez hihetetlen. És az emberek benyalják, nem tudok más mondani, benyalják ezeket. És most a legfrissebb hírekről beszéltem. Én nem vagyok egy hírolvasó, nálunk a nejem a hírolvasó. Én akkor nézek híreket, ha egy olyan oldalon vagyok, ahol a befektetések vannak, és a befektetések árai vannak. És ott vannak hírek. És akkor szoktam nézni a dollár árfolyamot, meg a befektetések árfolyamát, és akkor ugye látom, hogy ott vannak mellette hírek, és az ilyen érdekesebb című hírekre néha rá szoktam kattintani. És ott olvastam például ma ezt a hírt, ugye a koronavírussal kapcsolatban, mondom, hadd legyen már valami információm a koronavírussal, meg kérdezitek időnként tőle, hogy mit tudok róla, meg mit gondolok ezzel kapcsolatban. Hát mondom, akkor utána nézek már egy picit, nem kellett nagyon, hála Istennek. Na, de lényeg az, hogy haladjunk tovább. Nézzük meg, hogy mit is csinálunk, jó? Tehát nagyon egyszerű. Én nekem van egy küldetésem, én kaptam egy küldetést. Tehát ez olyan, mint mikor a gyerekednek azt mondják, hogy ezt csináld. Tehát azt mondod, hogy ezt csináld. Na, én egy ilyen küldetést kaptam. Tehát nekem azt mondták a fentiek, hogy ezt csináljam. Tehát az embereknek eljuttassam azt a tudást, és közösen eljuttassuk azt a tudást, képességeket, gyakorlási lehetőséget, amely által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak arra, hogy az élethelyzeteiket helyesen kezeljék, a problémáikat megelőzzék, illetve megoldják, a céljaikat megvalósítsák, képesek legyenek ezekben mások segítségére is lenni, és képesek legyenek ezek miatt szeretetben, békében és boldogságban élni. Azért, hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Na, olvastam egy másik cikket, ez egy újságban volt éppen, úgy hívják, hogy Hihetetlen magazin, ha valakinek ez mond valamit, és ugye azt olvastam, még nem olvastam végig egyébként a cikket, csak az elejébe beleolvastam, hogy ugye mit hirdetett Jézus? Ha nézzük meg most tehát a keresztény egyházat, akkor nem Jézus tanításait hirdeti, nem, hanem magát Jézust. Tehát nem a tanításait, hanem magát Jézust hirdeti. Hát nem az a lényeg, hogy létezett Jézus, és hogy mi történt vele, hanem talán az lenne a lényeg, hogy mit tanított. És összesen csak 2 évet tanított. Tehát nem sokat, 2 évet. És lényeg az, hogy mi volt a tanításának a lényege, nem. Bekerülni Isten országába. És hogy lehet bekerülni Isten országába? Tudod, mi az Isten országa? Ugye ezt nem olvastam a cikkben, mert lehet, hogy benne van, de még odáig nem jutottam, hanem tudom, hogy mit jelent. Hogyha esetleg valaki ezzel kapcsolatban nem tudná, hogy honnan tudok dolgokat, kapok információkat, úgy, ahogy a küldetést is kaptam, kapok információkat fentről. Jó? És lényeg az, hogy Isten országa azt jelenti, hogy egy olyan létformát, ahol nincs háborúskodás,
béke van és szeretet, oké? Ahol nem emberi módon működünk, nem, hanem a lelkünk egy olyan testben van, amelyik nem gyerekként költöztél bele abba a testbe, hanem felnőttként, abból a testből bármikor ki tudsz lépni, szabad akarattal, bármikor le tudod ültetni a testet és ott hagyni, és addig csicsikál, érted? És lélekként működni, lélekként, ami azt jelenti, hogy nem kell közlekedési eszköz, de nem ebből a célból van az, ez a fajta Isten országa, hogy te közlekedj szabadon, nem, hanem arra, hogy megtanulj teremteni, és a teremtés minél magasabb fokán létezzél, világos ez? Tehát képes legyél minél magasabb fokú teremtésre, oké? És nyilván a testnek kell hordozó eszköz, űrhajó, rakéta, akinek mi jobban tetszik, mindegy, nyilván nem ebben a technológiával, ami most itt nálunk a Földön működik, és úgy, hogy nincs törölt tudás, és a lelkednek, tehát a lelkedben nem törlik ki a tudást, tehát mikor megöregszik az a test és lecseréled, szabad akaratból teszed a lecserélést, és egy olyan testbe költözöl be, ami felnőtt, fiatal felnőtt, érted? És nem 80 évet él, hanem a legalacsonyabb szintű testek is körülbelül 1000 évet élnek, tehát a legalacsonyabb szintű testek, tehát annál csak jobb testek vannak. Na most akkor képzeld el, akkor mi emberi testünk hol van ehhez képest? A maga kis 100 éven belüli halálozásával. Na most emlékezz, hogy mikor érezted magad jól az életedben? Mindig, amikor teremtettél. Mindig. Tehát az ember úgy működik, hogy akkor érzi jól magát, ha teremthet. Tehát nem feltétlenül akkor, amikor már megteremtetted, hanem a közben is, amikor azt létrehoztad, teremtetted, már jól érezted magad. Tehát valaki éppen rosszul érzi magát, és jól akarja magát érezni, akkor kezdjen el teremteni. És azonnal elkezdi magát jól érezni. Ez így működik. Csak az emberek még ezzel sincsenek tisztában sajnos. De ennek a teremtési képességnek már itt a Földön is, de a Földön túl, ahogy Jézus fogalmazta ugye a Isten országában, az Isten országában sokkal szélesebb skálán mozog a teremtés, mint itt a Földön. Hát most gondolj bele, egy lélek oda tud fejlődni, hogy részt tud venni mondjuk egy bolygó létrehozásában, vagy egy nap létrehozásában, vagy egy naprendszer létrehozásában. Akkor gondolj bele, hogy ez milyen teremtői képességeket jelent. Most ahhoz képest a földi ember lelke tudásban hol van? Tehát ez körülbelül olyan különbség, mint az atomkorszak és a kőkorszak között, tudod? Legalább. Tehát most gondold végig, bocs, hogy ezt mondom, nem szoktam így kifejezni magunk, de így szarakodunk itt a földi létünkbe, érted? És közben van bennünk egy olyan lélek, amely sokkal nagyobb képességekkel bír, mint amit te el tudsz képzelni, érted? Csak tanulnia kell, ennyi, és furcsa módon a lélek nem felejt. Te ember,
A test az képes, de a lélek az semmit. Tehát ami tudást megszerez a lélek az életében, mióta létrejött, nem tud semmit se elfelejteni. Tehát a lélek az nem feledékeny. Az ember az feledékeny. De a lelke az nem. A lelkünk nem felejt semmit. Hát az van, mielőtt leszülettünk, kitörölték a tudást. Az van. És ezért nem volt előtte tudás. De hogy születtél volna be előző tudással, gondolj bele, csecsemő testbe? Gondold végig. Hát hogy? Hát csak tudatlanul lehet beszületni egy csecsemő testbe. Sehogy másként. És a lélek úgy működik, ha kitörlik belőle a tudást, akkor marad tisztán a feltétel nélküli szeretet. És nézd meg a gyerekeket. Erre képesek is. Na most gondold végig, itt vagyunk a bolygón, és azért küzdünk, hogy mit tudom én, amiért a legtöbb ember. Hát nem ezért kellene küzdeni. Tehát én azt látom, hogyha az ember tényleg fejlődik, és tényleg a saját életét egyre jobban kezeli, és a környezetében is tud ebben segíteni másoknak, akkor nincs olyan, hogy nélkülözés. Nincs, nem létezik. Érted? De hát ugye én tudom, hogy sok ember ilyen hatalomra, meg nagy vagyonra szeretne szert tenni. Akkor úgy megkérdezném, minek? Nézd meg azok, akik nagy vagyonra vagy hatalomra tettek szert, jobban félnek, mint az átlagember. Mert félnek attól, hogy elvesztik a hatalmukat vagy a vagyonukat. Miért te félni akarsz? Az az életcélod, hogy félj? Én nem hiszem. Hát a félelem itt az emberiség megrontolja. Hát generálják, hogy félj. Érted? Szó szerint generálják, hogy félj. Nézd, koronavírus. A legújabb félelmet. Mondom csak. És már mennyi ilyen volt, mióta van média? Hogy generálták a félelmet. Na akkor, hogyha már beszéltem itt a lelkedről, azt tudod, hogy sok millió éves? Sok millió éves lélek van benned? Másfél millió éve nincs lélekteremtés a világegyetemben. Másfél millió éve leállt. Érted? Tehát nincs lélekteremtés, vannak a lelkek, és ennyi. Nincs további lélekteremtés, és az összes lélek egy törő fakad. Tehát egy lény teremtette önmagából, hozta létre a többi lelket. És a világegyetemben a te lelked ugyanabból áll, mint a világ legértelmesebb lényéjé. Nem a Földön, a világegyetemben. Ugyanabból áll. Csak kevesebb a tudása. Ennyi a különbség. Érted? Most mondok ezzel kapcsolatban egy dolgot, jó? Ha azt akarod, hogy növekedjen a lelked, jó? Tehát növekedés. Mit jelent ez a növekedés? Hát mondhatnánk azt, hogy nagyobb teret foglal el az univerzumból. Jó? Ha azt akarod, akkor plusz energiára van szükséged. A plusz energiát egy pár dologból lehet létrehozni. Úgyhogy tudod, hogy hogy juss plusz energiához. Ez az egyik. Tehát van erre technikai módszered. Kettő, jobb állapotba hozod magadat. Oké? Három, megnöveled a tudásod, képességed,
hogy több figyelmet kapjál. Világos ez? Tehát több figyelmet kapjál. És megnöveled a szeretet működésedet. Világos ez? És onnantól kezdve ezt mindet tudod, mondhatjuk azt, hogy szinte a végtelenségig növelni. Magyarul szinte a végtelenségig lehetne növelni. A lelked az univerzumban elfoglalt nagyságát. Érted? Tehát nem mindegy, hogy egy ilyen pici energiából áll, mert a lelkünk az egy energialény, egy értelmes energialény. És nem mindegy, hogy ekkora, vagy még kisebb, vagy mondjuk ekkora, vagy még nagyobb. Érted? Nem kell ezeket a dolgokat elhinni. Éld úgy tovább az életedet, ahogy akarod. Nekem mindegy. De akkor, hogy nem fogsz bekerülni az aranykorba, az hód biztos. Oké. Tehát, ha te nem növeled a tudásodat, nem növeled a képességeidet, nem növeled azt, hogy képes legyél élethelyzeteket helyesen kezelni, nem növeled azt a tudásod, hogy a problémákat képes legyél megelőzni, hogy képes legyél megoldani, hogy képes legyél célokat megvalósítani, ezeket nem növeled, akkor mi értelme az életedben? Jó kérdés, nem? Úgyhogy én tudom, hogy sokkal többre vagy képes, mint amit te gondolsz magadról. Tehát én ezt nem hiszem, hanem tudom. Jó? És azt is tudom, hogy csak tőled függ, hogy ezt be is bizonyítod magadnak, vagy sem. Mert nem nekem kell, hogy bebizonyítsd magadnak. És azt is tudom, hogy együtt sokkal gyorsabban lehet fejlődni, mint külön-külön. Azt is tudom. Hiszen, ha együtt vagyunk, valakinek egyik területen, a másiknak másik területen vannak ismeretei, amiket ugye egy közösségben egymás közt meg lehet osztani. És akkor tudunk egymás tapasztalataiból, tudásából tanulni, nem csak a saját hibánkból és a saját tapasztalatunkból. És sokkal könnyebb és gyorsabb fejlődni, mint mikor az ember azt gondolta, hogy na majd magam fejlődök. Én is voltam ilyen úton, nehogy azt higgyétek, hogy nem. És akkor rá kellett arra jönnöm, hogy hát egyedül nehéz, nagyon nehéz, de együtt könnyebb. És nem véletlenül lettünk Magyarország legnagyobb ilyen típusú közössége. Oké? Szellemi közössége, spirituális közössége. Tehát ez tényleg egy közösség. Oké? És várjuk azokat a tanulni vágyókat, fejlődni vágyókat, akik egy olyan küldetésben is szeretnének észrevenni, ami mi vagyunk. Ugyanis a fentiek azt az üzenetet mondták, hogy ennek az emberiségnek nincs más útja, csak az aranykorba jutás. És aki ezt megtagadja, megtagadja a lelki fejlődést, azt fogják, kivonják a forgalomból, és elviszik egy másik bolygóra. Kőkorszaki körülmények közé, azt úgy mondanám. Jó? Ennek a bolygónak megvan az is határozva, hogy mikorra kell aranykor lenni. Ez 2035 bolygószinten. Az is megvan határozva, hogy hány év kell ahhoz, hogy az emberek arra a tudatossági szintre fejlődjenek, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni. Ez 9 év.
És az is meg van határozva, hogy milyen tudást kell az embereknek átadni ez idő alatt. És ez a 9 év végső határideje 2026. És onnantól indul a végső 9 év. Tehát lényeg az, hogy egy csodálatos dolgot csinálhatunk, ami még nem volt a történelemben, hogy összefoghatunk egy szebb jövőért, amit úgy hívnak, hogy aranykor, vagy ahogy régen Jézus nevezte, Isten országa, bár az aranykor még nem Isten országa, hanem az aranykor csak egy átmeneti időszak az Isten országához. Mert érdekes módon, ha megnézzük egy pillanat erejéig, hoppá, itt van, idáig föl tudunk jutni az aranykorban, illetve nem az aranykorban, bocsánat, az aranykorig, tehát 2026-ig idáig föl tudunk jutni a küldetés szintjére, lelki fejlődés. A legtöbb ember az itt van, kevesen vannak itt, és még kevesen vannak az a fölött. Idáig föl tudunk jutni 2026-ig. Nem. 2035-ig, bocsánat. Nem? Hogy is van? 2035-ig, jól mondom, igen. Tehát 35-ig idáig. Így van, 35-ig idáig. És utána az aranykorban ezt kell meglépni. Érdekes, hogy itt meg tudunk lépni, nézzétek, 1-2-3-4 szintet, itt meg csak egyet. Majd a második részben beszélek róla, ha szóltok. Ma múltkor se szóltatok, hogy beszéljek. Elfelejtettük. Eddig akkor is mondtam az első részben, hogy a második részben majd mondom, hogy miért csak egy. Jó? Tehát lényeg az, hogy ha ezt meglépi az ember, akkor kerülhet be Isten országába. Azaz, egy magasabb szintű létformába. Jó? És ezt együtt tudjuk megcsinálni. Tehát ezt senki nem tudja megcsinálni külön-külön, sőt, külön utas megoldással sem tudja megcsinálni. Tehát meg kell tapasztalni olyan élethelyzeteket, hogy az embernek legyen tudása, amit nem ő fog megélni. Ha egy külön utas személy van, és nincs saját közössége, ő nem tudja megtapasztalni azokat az élethelyzeteket, amit ő nem él meg. Tehát nekem van egy hatalmas csapatom, és csodálatos dolog mások élettapasztalatára is, tehát mások élethelyzeteire is rálátni, és tapasztalatot szerezni belőle. És hál' Istennek azt mondom, hogy nem én éltem meg. Nem nekem kellett megélni. Mert abban rengeteg élethelyzetben, ami embereknek van, akikre én rálátok, hát beleőrülnék, ha ezeket nekem mind nekem kellett volna megélni, érted? Tehát ahhoz, hogy az ember fejlődjön, tudásra van szükség, ahhoz, hogy tudása legyen az embernek, tapasztalatra is szüksége van. Tehát a tudás tapasztalat nélkül nulla. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, bármi kérdésetek merült fel, tessék utána nézni az oldalon, vagy megkérdezni azokat az embereket, akik szerveztek téged, jó? És tudnak felvilágosítást nyújtani. Ha nem tudod, ki volt az, aki szervezett, vagy ki a vezetőd, vagy igazgatod, semmi gond, kérdezz utána a PPA irodában, jó? Ugye a ppa.hu oldalunkon tudsz körülnézni, de egyébként van egy jó pár domain nevünk, például az aranykor.net is mi vagyunk. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, időnk első része lejárt, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak azt a fantasztikus előadást, és nem is tudom, meddig el tudnám hallgatni. Azt is tudom, hogy olyan maratonszerűen tudná nekünk mondani egyébként, annyi tudás van benne, hogy az idő az most lejárt egyelőre az első résznek. A civil foglalkozásom eredendő elgén kereskedelmit végeztem, Gyuláról érkeztünk, családi helyzetem, 23 éve élünk egyre boldogabb házasságban, ezt el tudom mondani most már, ez nem mindig volt így.
Miért kezdtem el a nyíltak a tanulást? Hát ezt mindig el szoktam mondani, valaki hallotta, valaki nem. Igazából 5 éve vagyunk itt tanulók a PPH-nál. Valamivel hamarabb kezdte az én párom, én 4 hónappal utána csatlakoztam, mert nekem volt lehetőségem belehallgatni a második részben is, és azt mondtam, hogy nekem kell az a tudás, amit van, és kell az az ember, aki ezt a tudást átadja nekünk, ez nem más, mint Szedlacsik Miklós. Nagyon sok fele voltunk, nagyon sok irányzatban voltunk, és sehol nem kaptuk meg azt, amit itt megkapunk. Ez alatt nem csak a tudás, de a tudás is, és módszerek. Tehát itt olyan módszert kapunk, amit be tudunk építeni az életünkben. Ez mindenre kihat. Én tudom tényleg mondani, hogy párkapcsolatunk, tudom mondani, a gyereknevelés csodálatos, a tudással, levele módszer a gyereket nevelni. Szüleimmel való kapcsolat teljesen más lett. Ide kell mondani tényleg az anyagiak is, mert nekünk volt vállalkozásunk, és mire megcsináltuk a vállalkozást, iszonyat mennyiségű pénz volt, iszonyat mennyiségű papír, engedélyek, minden. Itt szinte azt lehet mondani, hogy a tandíj 20 000 forint a befektetés. És itt olyan jövedelemhez jutunk, ami ennél tisztább nincs. Tehát mi is vállalkozásban csináljuk tényleg már, és nem mindegy, hogy keressük a pénzt, hogy olyan dolgot teszünk, ami az emberiségért van, és mi olyan dolgot teszünk, ami az emberiségért van, megtapasztaltuk, hogy hatalmas támogatást kapunk. És ezáltal sokkal könnyebb így élni, tenni a dolgunkat. Nagyon sok mindent tudnék még, nekünk is voltak jó kis hitelünk, amiről beszélt nekünk itt Szedlacsik Miklós is, hogy az embereknek elég sok mindenki belekerült. Hát mi a Szedlacsik Miklós segítség által kerültünk ki ebből a nagy nyomás alól. Még hozzá igen jó. Igen, tehát hogy már mínusz 14 millióból lett plusz 10 milliónk. Úgyhogy nem mindegy. Mit adott nekem addig a Nyílt Akadémia? Hát itt már elmondtam nagyjából. Meg hát adott egy csapatot. Ami tényleg egyik az, hogy csapat nélkül, nem, amikor legelőször elkezdtem itt a tanulást, egyébként akkor azt mondom, én szervezni. Nem is gondoltam talán rá, hogy szervezni fogok egyébként, hanem tényleg a tudás. És aztán hát nálunk először a párom kezdte el, és aztán láttam, hogy tényleg ahogy kommunikál az emberekkel, és amiket kap így vissza az emberektől, hogy ez nagyon jó, tehát hogy tényleg így lehet élvezni. Igen, élvezni, és hogy tényleg fejlődni. És tényleg legyetek bátrak, mert ennél könnyebben, tehát szervezni, ami tényleg minden napon, meg kezünkben van, és csak tegyétek. Először én is úgy voltam vele, hogy nem sikerült, és hú, mit fognak szólni, minden. Semmi. Teszem a dolgomat. Meg higgyetek benne, hogy olyan dolgot adunk az embereknek, ami a világon legfontosabb dolog. Ennél fontosabb nincs. Úgyhogy én azt üzenem azoknak az embereknek, akik először hallgatnak minket, hogy legjobb helyre fekted be. Ehhez kapcsolódva mondanám, hogy az én civil foglalkozásom az ugye vasesztergályos volt. Tehát még az se elfogadható indok a magad irányába, hogy hát én csak egy kereskedő vagyok, vagy mit tudom én, bicikliszerelő, vagy bármi, és akkor nekem nem fog menni. Abszolút semmilyen ilyesfajta tudásom nem volt, azt el lehet mondani, mindent itt tanultam meg, ami ehhez kellett. Szinte más alap nélkül jöttünk ide, mondtam, én is azt mondtam, hogy nem fogok szervezni. Nem is volt ilyen szándékom. Ugye mi már következő kérdés, hogy Gyuláról jöttünk, családi helyzet ugye, kedves feleségem mellette már, és hogy miért kezdtem el én a Nyílt Akadémiát tanulni? Mert volt egy akció, és piszkált az agyamat, hogy nehogy kihagyjam már. Ez így volt. 2014. október, nem tudom mikor, és ez olyan olcsón van, hogy ilyen olcsón még sose jártam képzésre. Így kezdtem el. Aztán ugye az embert megragadja a
Szedlacsik Miklósnak a személyisége. Ajánlom egyébként mindenkinek, még akinek nehéz is eljönni, egyszer legalább jön el, hogy megtapasztalja, hogy milyen élőbe. Ugye nem feltétel az itt lét, lehet hallgatni a világban internetről, de egyszer legalább élj át, hogy milyen érzés élőben meghallgatni egy ilyen előadást. És hogy mit adott nekünk a Nyílt Akadémia? Új élet, óriási emberismereti, emberi tapasztalatokat, átlátja az ember a folyamatokat, amiről én már azt hittem, hogy 5 évvel ezelőtt is tudom, utána rájöttem, hogy nem jól tudok semmit, és ezt én jöttem rá magamtól, nem mondták, azt nem mondja ki a Szedlacsik Miklós, hogy te nem tudod, mert ugye az sértő az egómnak, jó nagy egóm volt nekem is, hát most már kisebb, mert rájöttem, hogy jobb, ha hallgat, és inkább hallgatja a tanácsokat. Mit tanácsolok másoknak? Hát azt tanácsolom, ha megvan rá 20 000 forint, akkor fizesse be és kezdje el. Az a legjobb döntés. Azon se kell idegeskedni, hogy a következő havitandíj hogyan össze, mert úgyis összejön. Tehát ez egy olyan cél, amire kapni fogsz támogatást mindenképpen. Ez tuti. Most 20 perc szünet fog következni, és látom, hogy mondani szeretnéd. Parancsolj. Igen, mégis azt szerettem, hogy a szünet után a probléma megoldó coach képzésünk lesz, melyen, ha lehetőség van, várjuk szeretettel. Ha úgy látja, hogy nem érdekli az általunk az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél, megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk öntől. Viszont ha érdekel, akkor lehetőség van olyan társaságában megnézni, akinek ugye van jogosultsága megnézni, egyszer meg lehet nézni, vagy pedig el is lehet kérni a második résznek a linkjét, egyszer el tudjuk küldeni annak, aki be van már regisztrálva, és el lehet dönteni, hogy tetszik vagy nem tetszik. Köszönjük szépen, 20 perc szünet, azt mondja, hogy 30-50, 55-kor kezdünk. Köszönjük. Köszönjük.